Szép jó reggelt, kedves YouTube-os nézők! Szóval, 4 napja nem volt fent már videó, és úgy látszik, hogy jobban nézitek az olyan videókat, amiben ilyen frissítésekről beszélek a szerveremben, mint hogyha csak egy ilyen bankrendszerről, mint például az előbb, és hát a 4 nappal ezelőtt videónál, szóval most megint egy ilyen... Ups, rossz szerverre jöttem fel, ez nagyon király, na mindjárt, szóval nem fogunk, na, újra kezdem a videót. Szevasztok, újra itt vagyok, és most már saját szervemre remélhetőleg. Saját szervemre megyek fel remélhetőleg. Hát, mi változott az elmúlt egy hétben körülbelül? Mindjárt egy hónapos a szerver, ha jól tudom. Még egy 10-15 nap, szóval akkor még csak 3 hetes körülbelül. Szerven ugyebár most nagyba folyik, nagyba, vagy olyan nagy Bartos mondaná. Nagyba folyik a buszozás. Nem NPC rendszerrel csináltam meg a buszozás, mint más szervereken, hogy elüsse az embereket, ne vegye figyelembe, stb. Hanem csináltam egy jó kis munkát belőle, amit tényleg az emberek nagyon szívesen végeznek. Egyszer csak 2 buszsofőr lehet, mert 2 irány van, meg is van a térképen. Egyik irány, Montgomeryben van ugyebár a... Menjél már felfelé. Hogy hívják, buszpályaudvar, itt ennél a kis fehér szarnál, és 2 irányba tud menni, 2 állom, na, 2 útvonal tud menni, az egyik útvonal az Montgomery, na, Blueberry és Palomino között közlekedik, és ez akkor így érinti Montgomeryt. A másik útvonal pedig Montgomery és Dillmore között. Ez így minden útbeesik szerencsére, és így olyanra dolgoztam ki a busz munkát, hogy élvezet legyen csinálni. Élvezet. Hát ugye van buszos biznisz is, amiben kapja a pénzt a tulaj, hogyha a játékos buszozik és átmegy checkpointon, meg akkor is, hogy jegyet vesznek. És akkor most jön a rész, hogy miből kap fizetést a buszsofőr. Buszsofőrnek ugyebár be kell menni a buszmegállóba, ahol 10 szekig le van frízelve maga a buszsofőr, és a végén kapja a checkpointonkénti fizetést. Ez még annyira nem sok, ez... Hogyha csak ez lenne a munkában, akkor kb. Ugyanannyit keresne a kamion is kb. De emellett van még a jegyvásárlásból jövő pénz. A jegyvásárlás alapból 300 forint, de ezt csökkentheti, emelheti a tulaj. És ennyi, 300 forintot fizet a busz, na, felszálló emberke, de ennek az 5-szörösét kapja, vagy akár 7-8-szeresét, és ilyen 2500 forintot kap jegyenként a játékos, és a sofőr, és a tulaj is ennyit kap a bizniszébe. Szóval így megéri a játékosoknak is, igaz, hogy nem annyira RP-s gazdaságügyileg, hogy kevesebb pénzt fizet és abból több lesz, de így megéri mindenkinek. Kevésbe kerül a busz, így használják a buszt is, főleg a kezdőknek ez nagyon jó, kap sok pénzt a buszsofőr is, és így jó a fizetése a buszsofőrnek, így sokan választják a buszsofőr melót. És mivel csak 2 busz van egyszerre a játékban, 2 buszos dolgozhat egyszerre a játékban, így mindig van buszos, aki megy. Szinte mindig van buszos. Térképen jelzi is egy fehér izével, most pont nincs, mert átraktam a buszsofőrünket oktató munkába, mert túl kevesen nincs. Csomó oktató van a szerven, de így is nem tudjuk kielégíteni a játékosokat, mert mindig máshol vannak fent. Szóval nem lehet azt megcsinálni, hogy oktató mindig fent van, amikor egy játékosnak kell. És így vannak olyan órák, amikor nincs fent oktató, de ez majd javulni fog. Hát és akkor... mekkora FPS lag. Lehet megtelt a Manchesterem. A Winchesterem, na mindjárt. Na, szóval újra itt vagyok, és most már nem telt be a Winchesterem. Letöröltem egy jó nagy játékot. És szóval ez volt ezen a buszsofőr munka. Szóval így ösztönzöm arra a buszsofőrt, hogy ne csak buszmegállóban várja meg a játékosokat, hogy felvegye, hanem hogyha látsz útszélén valakit, akkor jó, neki is megáll és elviszi a következő busz megálló és stb. És egyet is kap ő jó sok pénzt. Mi van még? Ja, igen, ha veszel buszjegyet, akkor az 5 megállóig érvényes, 5. megálló után, hogyha nincs buszjegyed, vagyis hogy 5 megállóig érvényes, minden egyes megállóban levon egyet egy változóból, úgymond, és hogyha nincs már buszjegyed, szóval nem érvényes 5. megálló után, vagy egyáltalán nem veszel, akkor leszállít a busztól. Szóval ez így jól megvan oldva szerintem, de még ha van jobb ötlet, akkor azt szívesen fogadom és fejlesztem. Szóval ez lett volna a legnagyobb újítás, ami nagyon sokat segít a játékosoknak, a buszsofőr meló. A lottozót átlakítottam, növeltem a
szóval ösztönöztem a játékosokat a lottozásra, raktam egy ilyen kirendeltséget Montgomery-be is, de ott csak ilyen lottót lehet venni, felvenni nyereményet csak a fő lottozóban lehet, mint egy valóságban is, hogyha nagy nyereményt szerzel. 50 helyett 25 szám van, így jóval megnöveltem az esélyeket. 5-öt kell 25 számból, 5-öt lehet beírni, ugye bár nem, 5-öt, nem beírni, 5-öt lehet megjelölni. És. Szóval a reális, az IRL-es lottonyereményekhez igazodtam. Az egyes az, ne, egyes az annyiból nem irreál, na nem tudok beszélni már. Annyiból nem reális, hogy az egyes itt szintén nyer valamit. Még valóságban az nem nyer semmit. És tényleg úgy, mert például most 9 millió a főnyeremény, ami elég sok, mert már nem vitte el jó rég az ötös senki. Elég kicsi az esély, hogy megnyeri az ötös, szóval az örülhet, aki megnyeri. Az egyes az nyer kb. Olyan az ezredét nyeri, szóval 9 ezret. Aztán a második az egy olyan 25 ezret, harmadik az olyan 80 ezret. És a négyes az meg olyan 400-500 ezer forintot szerez, az ötös az pedig 9 millió. A valóságban, ugye ezt nem így akart megcsinálni, hogy azért négyes és az ötös között ne legyen olyan nagy különbség, de tényleg a valóságban is, meg a valószínűség számítás szerint is sokkal kisebb az esély egy ötösnek, mint egy négyesnek, szóval így lett reális. Meg hogy most már nem a lottójegy árával nő a lottónyeremény, hanem 25 ezerrel, és így tényleg megéri lottószelvényt venni, mert jó, szép, nagyon szépen nő. Hogyha csak 300 forinttal nőne a lottónyeremény, akkor egy év lenne, mire egy normális összeg összejönne. És nem csak a lottónyeremény, hogyha valaki nyer, akkor azt nem mondja le túl a bizniszből, mivel hogy valóságban is úgy számolják ki a szerencsejáték ZRT-nél, hogyha nyernek, meg elviszik az ötös, még akkor is ők jól járnak pénzügyileg. Ezért van az, hogy a nyereményekből a biznisz semmit sem vesz, de a lottó a jegyvásárlásoknak az ötszörösét kapja meg, szóval ilyen 1500 forintot kap minden egyes vásárolt szelvényért, ami azt hiszem az ember sok, de hát nem is lottóznak olyan sokan a szerverem, meg nem is vagyunk olyan sokan ahhoz képest. Na ez lett van a lottóújítás, mi az újítás még? Igen, van per sebességkorlát, mert sok szerverem is találkoztatok vele, ez azért jó, mert nem akar túllépni a jelenlegi helyen a maximális sebességkorlátot, nem akarsz trafifaxba menni, akkor lassabban mész. 10%-kal lehet túllépni a trafifaxot, ha elkap egy trafifax, akkor egyből a postára beérkezik egy csekk, mint ahogy a valóságban is. Hogyha pedig bírságon rendőrök, akkor a kezedbe adja a csekket, nem úgy, mint régen, amikor postára érkezett. Ugye apróságokat javítottam. Új interjúr lett mindenhol, új városháza lett, ugyebár rendőrség is meg lett újítva. Az alapinterjúrt használtuk, de fel lett tuningolva. Most én nem tudok bemenni sajna, mert nem vagyok rendőr, de az mondják, hogy meg fel lett tuningolva. Lettek ilyen automata és hotdogos bizniszek is, ha vesz valaki egy hotdogot, vagy valamelyik automatából kaját, akkor annak az árnak a háromszorosát kapja meg ő pénzben. És mind a négy városban lévő hotdogos standok automatákból ő kapja a pénzt. Szóval összesen van kb. 30 biznisz, ez eléggé jó. Kender rendszer is tökéletesen megy, 100 maximum skill pont, ezt World of Warcraft-ból vettem, hogy így 33 az a baj, hogy annyiból más, hogy WoW-ban egyre kisebb az esély, hogy nő a skilled egy bizonyos professionben, de itt meg folyamatosan 33% az esély szedésnél, küldetésnél, hogy kapsz egy skill pointot. Minél nagyobb a skill pointot, annál gyorsabban szeded le. Gyorsabban szeded le és ülteted el a növényeket. Ebben valóságban is, hogy valamiben jobb, gyakorlottabb vagy, akkor jobban megy. Ó, már van kocsi. Ó, most már 3 V-s kocsi van, valaki vett egy Sanchez-t. Na, posta is fel lett újítva, mert amiket én csináltam mapperkodás gyalánt, gyorsan, hogy valami legyen a szerveren, azokat is szépen lecseréltem, most már a hivatalos mapperunk. Szerintem jó lett ahhoz képest, nagyon király. Még mi lett? Prémium rendszert beraktam, mert hát eléggé sokba kerül, és sok munkába és sok pénzbe kerül nekem fenntartani a szervert, így lehet támogatni a szervert. Szerencsére tegnap két ember támogatta is, és így megnöve, és így nem is állt le ma reggel a szerver, hanem feltöltettem 14 napra kb. De
ha SMS-sel fizetnek az emberek, akkor kap az SMS árának felét kapják meg prémium pontban, a PayPal akkor meg az SMS árát kapják meg PayPal, prémium pontban, és prémium szolgáltatások, na, prémium szolgáltatások, prémium szó, mindig elírom, szolgáltatások. Lehet venni pénzt, venni ingame pénzt, lehet járműt átlakítani, akár RP-s kinézetre, szóval ami még a kisvároshoz illik, de RP-sem át lehet alakítani. Házat át lehet helyezni szintén RP-s viszonyok között. Adómentességet lehet kérni, ami azt jelenti, hogy ahány percet veszel prémium pontokból, egy prémium pont 3 percnek felel meg, addig nem kell adóznod semmiért. A bónusz kamat, meg van egy olyan lehetőség, hogy a befektetéseknél, ameddig van ez a, ahány percet veszel, egy prémium pont 3 perc, addig lehet, addig, ha lekötsz egy befektetést, akkor plusz 2,5%-os kamatod lesz. Jaj, na szóval ez a prémium rendszer, nézzük mi van itt még, mit csináltam. Item help, oda mit is írtam, már elfelejtettem. Ja, zsebem átfutott, eldob, átad. Mindenféle invertor is rendszeres bug javítva lett. Már igazából tényleg a fegyverrendszerben volt még pár hiba, azok is javítva lettek. Már kezdenek elkelni a bizniszek, szóval még aki akar biznisz venni, az iparkodjon a munkával, legyen jó kis biznisze, mert az eléggé jó, hogyha most még olcsón megveszük a bizniszeket. És kezdenek elkelni. Szóval én azt ajánlom, hogy biznisz vegye előbb, ne kocsit meg házat, mint ahogy én is tettem. Ajaj, megtelik megint a Winchester. Taxisofőrt is átalakítottam, tényleg meg is feledkeztem róla. Nem idő szerint van, mint az ilyen CRPG-en, meg ilyen régi masterokon, hanem távolság szerint. Megtett távolság szerint kiírja 15 másodpercen, hogy hány kilométer tettél meg eddig, mióta beszállt a játékos. Amikor elérkeztél a helyre, akkor a kocsiban ki tudja fizetni bankkártyával, vagy készpénzzel. Ha meg kiszáll egyből, vagy kilép, akkor levonják a számlájáról plusz a 10%-ot, és ugyanúgy megkapja a taxisofőr. Meg a taxisofőrnek van 33% esélye arra, hogy kap bónuszt a cégtől, mert jól dolgozik, mert meg kell növelnem valahogy a izét. Többen használják azt a munkát. Bár ilyen csak én vagyok taxis, mert kevés kocsi van a szervem. Börtön is meg lett újítva. Sokkal RP-sebbet nem lehet már kiszökni, ugyanúgy van börtönmunka, amit már elmondtam régebben, hogy dolgozni ahhoz, hogy kiszabad, hamarabb szabadulhass is. Nem mint a szembe több bújtás emberek. Mi lehet az újítás, én meg itt rohangálok össze-vissza már egy éve. Minden biznisznek, így kitapasztaltam, amit beraktam egy csomó új biznisz, hogy melyik biznisz mennyi pénzt kap, és így nagyjából kiegyensúlyoztam, hogy mindegyik biznisz ugyanannyit keressen. De csak nagyjából tényleg azért így is vannak eltérések, mint hogy valóságban is, hogy valamelyik biznisz többet keres a másiknál, de nem olyan számottevő izében. Hogy például egy átlagosan egy nap a benzinkút keres 500 ezer forintot, még egy ruhabolt 400 ezeret. Szóval vannak különbségek, ilyen pár százezeres különbség, de nincs olyan, mint ahogy a játék elején volt, hogy egy nap alatt szereztek a hotdog standok 2000 forintot, de jó, az nem, szereztek 50 ezer forintot, még például egy ruhabolt szerzett 500 ezer forintot, szóval ezért csináltam azt, hogy megnöveltem a bevételt, így megszoroztam. Na hát így is sokat beszéltem igazán az újításokról, kevés újítás volt, de részletes újítások. Várható még a paintball rendszer, hogy azért kiélhessék a DMS vágyokat az emberek. Még mi az? További prémium szolgáltatások, meg hát igazából most az a baj, hogy már az embereknek nincs sok ötletük, amivel bővíthetném a szerver. Ami tényleg ilyen fontos és be kéne rakni. Szóval, ha valaki van ötlete, az írja a fórumon. Szívesen meghallgatom. És ha tényleg olyan jó ötlet, akkor egyből berakom. Ha nagyon jó ötlet, akkor nagyon sietek, hogy berakjam. Ha meg nem, akkor is szép lassan írogatom. És már egyre inkább lazában veszem a scriptelést, mert nincsenek ilyen óriási bugok. És nem is vagyok annyira nem korlátban. Nem is idő hiányában, szóval nem vagyok annyira sok időhöz kötve, mint ugrálok a falon. Na, nem tudom ezt, hogy jól kifejezni. Szóval nem kell annyira sietni a munkámmal, hogy a játékosoknak minél jobb legyen az élmény, mert már nagyjából megteremtettem egy olyan szervert, ahol lehet élvezni azért a játékot. Ezt már csak fokozni kell, hogy még jobb legyen. És akkor, hogy mellett tudok már ezzel kikapcsolódni is, meg most tették az érettségének is, meg lett a nyelvvizsgám németből is, és már van angol-német nyelvvizsga.
97%-os matek érettségi, most jön az info emel, stb. Stb. Szóval nekem már tényleg ez a, mostantól nyári kb. Lazulás lesz. Szervemmel scriptelgetek, gitározgatok, abból is megjött az új gitárom szerencsére. Mint úgy nagy nehezen összeszedtem rá a pénzt. Valóságban. Meg mi történt meg velem igazából? Tényleg most ugye egyetemig lazulás lesz, aztán megint keveset tudok szeptembertől eljelentő lenni, de hát remélem addig kitart a szerver. Fölösleges gondolkozni, hogy mi lesz szeptemberig, majd max felveszek egy másik scriptert is. Aki dolgozhat, mert kiképzek valaki scripternek. Meg egy időszólító fogok szólítani biztos rá. Addigra már addigra jó lesz annyira a szerver, hogy nem lesznek ilyen nagyon, még nagyon fontos fejlesztések, és így szép lassan, komolyan tudok haladni a fejlesztésekre. Mert például igazából CRP-n is emlékeztek, így azért nem volt olyan gyakori a fejlesztés, nálam meg plusz 5000 sor minden egyes héten, vagy plusz 7000 sor minden egyes héten. Na ez amikor már, hát most még van időm, hogy ennyit dolgoztak hetente, de később már nem lesz. Na jó, hát úgyis sokat beszéltem, kösz, hogy néztetek. Gyertek a szerverre www.tudvari.hu. Az IP-t azt nem tudom fejből, kint van az oldalon. Hát remélem írtok még ötleteket, amikkel lehet bővíteni a szervert. Remélem még többen jönnek a szerverre, nem nonosok, hanem tényleg RP-sek jöjjenek, mert a nonosokkal mindig csak időpazarlás az, hogy vagy 5 perc alatt kiderül róluk, hogy nonosok, és akkor kikikkelhetem, kibanolhatom, admin zsébe rakhatom, meg stb. Mivel most már tényleg jó az anti-cheat, meg anti-DM, anti-non rendszer, egyből kijelző, hogyha valaki DM-el, még mielőtt megölni a gyereket már az előtt szinte, ki tudom, admin zsébe tudom rakni, vagy ki tudom bannolni, nonos gyerekeket is el tudok beszélgetni, admin zsébe rakni. Az anti-hack az meg már tényleg az a legjobb, mert annál még szinte rá se kell nézni a gyerekre, hogy most tényleg hackkele, mert hogyha hát értitek. Az anti-cheatnél igazából annyi az egész, hogy kiírja nekem, hogy cheat-el, 100%-ig, hogy észreveszi, beírom, hogy per figyelés, megnézem, hát tényleg cheat-el és ki van bannolva. Szóval azt már nem is éri meg csinálni. De még mindig jönnek fel nonos nevű emberek, mint például Upsika 99, meg Vámosi, meg Márk. Itt külön-külön. Na, és mi van? Még mit csináltam? Hát a DM-eknél meg annyit kiírja, hogy így DM-elget egy gyerek, vagy DM-re van ok, akkor elkezdem figyelni, megkérdezem az emberektől, hogy mi is történik pontosan, hogyha a jogos az, hogy én most admin zsébe rakom DM-ért, akkor ő megkapja az admin zsébet, a másik meg kártérítést. Mert ha valaki bug miatt elveszt valamit, akkor azt is visszakapja. Ugyanis szóval nincs ilyen, mint hogy leszarjuk a gyerekeket, stb. Bugból elvesztette a dolgokat, így járt, mint bal szerencséje volt ennyi az egész. Nem, hogyha bug miatt tényleg elveszt, és tudja bizonyítani, hogy bug miatt, amit elég könnyű igazából, mert csak egy fénykép, hát akkor megkapja a pénzét, mindent. Na jó, hát ennyi lett volna ez a videó, és valaképpen megvádolta a szervert MG-vel, tegnap is volt, direkt ki megvádolta azzal, hogy jobban tud scriptelni nálam. Nem azt mondom, hogy nem csomó ember jobban tudná scriptelni, nem is tudok annyira jól scriptelni, csak sok időm van rá, és így kitudom, így lassan, de meg tudom csinálni őket. Hanem az, hogy megkérdeztem utána, hogy jó, hát nyugodtan, biztos, hogy jobban tudsz, de mondjál akkor valamit, hogy mit tudsz jobban, meg mi nem tetszik a szerver, ha valami nem tetszik, én javítok rajta. És itt volt a baj, mert itt nem tudod semmit mondani, csak azt, hogy me szar vagy. Hát akkor kibannoltam szépen. Nem lesz szájkaratézás, itt csak normális emberek lesznek. Észérvekkel mindenki szidhatja a szervert, mert akkor azon javítok, mert az baj, hogyha szidják a szervert. Így ha valaki nem tetszik valami, és észérvekkel fel tudja hozni, hogy mi nem tetszik miért, akkor azon javítok. De hogyha csak szidja a szervert, aztán nem tudja megindokolni, hogy miért szar, csak azért, mert me szar, akkor az nem normális, aki ilyeneket csinál. Na mindegy. Köszönöm, hogy néztetek megint már, vagy ötödszörre köszönök el. Sziasztok!